egyre inkább a figyelem középpontjába került a D-vitamin az elmúlt években. Sokan gondolják, hogy az ajánlottnál nagyobb mennyiséget érdemes bevinniük a szervezetükbe, így felértékelődött az ilyen készítmények jelentősége. Utóbbiakra ősszel-télen mindenkinek szüksége lenne, hiszen a napfény szegény időszakban a természetből nem lehet elég D-vitaminhoz jutni, ráadásul az étkezésen keresztül is csak keveset lehet bevinni belőle. Nyáron viszont fel lehet tankolni, mivel zsírba adódó anyag nem örül ki gyorsan a szervezetből, relatíve sokáig kitarthatnak a tartalékok. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenkinek ugyanannyi mennyiségre van szüksége. Sajnos a túlsúly az egyre nagyobb problémát jelent Magyarországon is, hogy a túlsúlyos embereknek nagyobb mennyiségű D-vitamin bevitelre van szüksége. Ez lehet, hogy hosszabb ideig is tart bennük, de egyáltalán, hogy elérjék azt a megfelelő mennyiséget, szinte biztos, hogy plusz vitaminpótlásra van szükség, mivel a napi napfényből egy olyan 15-20 perces napozás megfelelő ilyen 1000-1500 millió nemzetközi egységnyi D-vitamin tud termelni. Ez elegendő lehet a napsütéses időszakban, de télen sajnos nem ér minket ennyi napfény, emiatt szükséges a pótlás. A szakember szerint az ilyenkor tavasz közepén minket érő napsütés már elég a kellő D-vitamin bevitelhez, viszont főleg nyáron már figyelnünk kell arra is, hogyha túl sok napozó készítményt használunk, azzal csökkentjük a D-vitamin szintézist, így külső pótlásra szorulunk. A maximális mennyiségre sem árt figyelni. A napokban amiatt került kórházba több csecsemő is az országban, hogy a szüleik a javasoltnál nagyobb adag D-vitamint adtak nekik rendszeresen. Felnőtteknél már nehezebb, de ugyanúgy lehetséges a túladagolás. Különösen olyankor, hogyha nem az elővegyületet viszi be valaki, hanem magát az aktív hatóanyagot. Ezekben a D3 vitamin az az elővegyület, abból a szervezet fogja a napfény hatására előállítani. Tehát ezekkel a készítményekkel szinte lehetetlen túladagolást elérni, de vannak olyan gyári készítmények, amik vagy magasabb hatóanyagtartalmak, vagy magát a vitamint tartalmazzák, amelyekkel el lehet érni. Ezek hasonló tüneteket okoznak, mint a hiány, de főképp a kálcium anyagcserét fogják befolyásolni, meggyengülhetnek a csontok, fogak, de normál körülmények között ez nehéz. Egyre kelendőbbek közben a patikánkban az olívaolajos D-vitamin készítmények. Bár a hatóanyagok ugyanaz, mint a tablettáképp, több betegségnél ezek használatát javasolhatja az orvos, mivel a lágy zselatin kapszulában lévő olaj segítségével könnyebben felszívódik a vitamin.